Szia, jó reggelt! Gondoltam, érdekes lehet számodra is az a laptop, ami már nem mai csirke és a munkahelyemen van használva, ugyanis ezen a laptopon jelen pillanatban, ami idestova 10 éves, 137 becektorral rendelkezik a binyóján, nincsen aksia és rossz a hangszórója, csak is a füles bemeneten keresztül működik a hang, nos azt tökéletesen pörgeti a jó öreg Arco Linuxot, méghozzá ASRAM, XFCE, Qtile, HLVM, i3 felülettel. Annyit még jó tudni a kis laptopunkról, hogyha megnézed a Neo Fetch-et, akkor jelen pillanatban ez a kis laptop rendelkezik 8 giga DDR3 memóriával, illetve egy 1.4-es AMD 3400M-es processzorral, és ez itt a szűk keresztmetszet, ugyanis ugye a memória és a Winchester még elég lenne az Arco Linuxnak, ugyanakkor viszont ez a processzor eléggé meg tudja nyúzni a idegeidet, akkor amikor mondjuk egy böngészőt nyitsz, vagy OBS-t nyitsz, mint jelen pillanatban, vagy bármilyen más egyéb programot, hiszen iszonyú lassan veszi föl az ütemet. Itt maga a boot idő is legalább 4-5 perc, mire feláll a felülettel, akár egy i3-mal is normálisan használhatóvá az oprendszer, az legalább egy még plusz 3 perc, és akkor ne beszéljünk még a különböző beállításokról, amiket eszközölnöd kell azért, hogy ténylegesen működjön a történet. Úgyhogy röviden ám, de velősen, öreg laptop, nem vém laptop, lehet vele használni oprendszereket, és tudom, hogy vannak sokkal könnyebb Linux verziók, illetve maga a Nomad BDS, vagy a FreeBDS, ami már tesztelés alatt áll ezen a laptopon, éjszakánként, amikor éppen nincs itt mozgás az épületben. Nos, gondoltam, érdekes lehet számodra, hogy azért ki lehet hozni érdekes dolgokat, és meglepő dolgokat arra, hogy kapsz valami régi kis gépet, és mégis szeretnél YouTube-ozni, internetezni, akkor tudjál. Nos, hát ennyit erről, röviden, további szép napot, pápá!